ez a fajta nyugalom, csend, ami az erdőben van, ez a látvány, a zöld szín, az, ahogyan a napsütés átdereng a fák levelein, ez olyan megnyugtató, ez feltöltődés. Még akkor is jó, ha mondjuk villámlik, vagy picit félelmetes, mert az meg tanít, hogy nem mi döntjük el, hogy mi hogy legyen. Itt, ha az ember elindul, itt föl kell tudni készülni mindenre. Mert nem én mondom meg, hogy essen, vagy hirtelen lehűljön-e az idő, vagy felmelegedjen. Tehát itt alkalmazkodni kell tudni. Tehát megéli az ember azt, hogy egy sokkal nagyobb erő van fölötte. Meg hát az, hogy milyen gyönyörű a teremtés, és hogy mi csak pici pontok vagyunk. Itt vannak ezek a hatalmas hegyek, és az ember megy 10-20 kilométert, és akkor még mindig nem jutott el sehova. Tehát ezek a nagy távok, a nagy távlatok, ezek nagyon fontosak. Nekem ez mindig úgy van, hogy ha úgy elakadok az életemben, és úgy gondolkodni kell, hogy most tényleg merre tovább, meg hogy oldjam meg ezt a problémát, fölmegyek egy hegy tetejére, és akkor tudom. Engem a szüleim gyerekkoromban nagyon sok helyre elvittek, nagyon sokat kirándultunk, elsősorban a Pilisben. De hát itt a Mátrában is nagyon sokat kirándultunk, ehhez a tájhoz kapcsolódva nekem rengeteg gyönyörű emlékem van, hiszen a Mátra és a Cserhát között van Pásztó, és ott született az én apukám. Ott nőtt fel, 20 éves koráig ott lakott, és aztán én később sokat jöttem a nagymamámhoz, meg a szüleimmel is, és sokat jöttünk, és én a Mátrát ismertem jól. Egyszer meséltem a zeneakadémiai tanítványaimnak az éppen akkor befejeződött mátrai túráról, és láttam, hogy milyen nagy szemekkel néznek, és csodálkoznak, és úgy láttam rajtuk, hogy úgy próbálják elképzelni, és akkor pillanatokon belül kiderült, hogy egyik sem ismeri a Mátrát. És akkor mondtam nekik, hogy hát miért ne szervezhetnénk egy ilyen kirándulást, és elhoztam ide őket Gajatetőre, végül 4 tanítvány maradt, aki kellően bátor volt a 2 napos reggeltől estig való túrázáshoz, és este ott az Alkotóházban Bach korálokat játszottak, és énekeltek, és akkor éltem én azt meg, hogy milyen az, amikor valakinek ez nem adatik meg gyerekkorától úgy, mint nekem. Tehát ha valaki nem szokott hozzá ehhez, a gyalogláshoz, meg a hegymászáshoz, meg nem kívánja annyira azt az eufóriát, amit az okoz, hogy fölérsz a hegy tetejére, és akkor előtted van a panoráma. Tehát, hogyha ezt nem kapja meg valaki gyerekkorában, akkor nyilván felnőtt korban is meg lehet szerezni, csak nehezebben. És hát a tanítványaim is ilyen eufóriában voltak, és ölelgették a fákat, és szellemileg is teljesen kinyíltak. Tehát olyan csodálatos volt, hogy olyan mély dolgokról beszélgettünk, olyan az élet alapkérdéseiről tudtunk beszélgetni, amikről nem biztos, hogy az ember a városban, mit tudom én, egy kávéházban, vagy ott egy parkban beszélget, de valahogy az erdő, meg itt a távlatok, azok egész más szellemi működésre késztetik az embert. És akkor azt hiszem, mind a 4 ugyanazt mondta, hogy egyszerűen nem értik, hogy ők hogy tudtak ennélkül élni. És ez annyira meghatott engem, hogy ezt az élményt én tudtam nekik megadni.